Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács november 28-ai Hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. Nem ijed meg a kihívásoktól. Beszélgetés munkáról és sportról Schmidt Zsuzsannával, az MTE 1888 ügyvezetőjével. Helyzetben a megyei vállalkozások. Mohácson járt Madaras Zoltán, a baranyai közgyűlés elnöke. Busójárás 2019. A télűző csoportok már megkezdték az egyeztetést és a felkészülést a jövő évi fesztiválra. Találkoztak az igények és a lehetőségek. Interjú a Baranya megyei önkormányzat területfejlesztési osztályának vezetőjével. Hétköznapból ünnepnap. Ingyenes zongora koncerttel folytatódott a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének kamarakoncert sorozata. Győzelemmel zárta az MTE 1888 labdarúgó csapata az évet, Székely István edző adott értékelést. Két éve vette át az MTE 1888 ügyvezetői feladatait Schmidt Zsuzsanna. A fiatal sportvezető azóta több alkalommal bizonyította, hogy van keresnivalója ezen a poszton. Legutóbb a 16 szakosztályt számláló egyesület 130 éves fennállását megünneplő estély megszervezéséért fogadhatta a gratulációkat. 1888-ban, 130 évvel ezelőtt alakult a Mohácsi Tornaegylet, annak idején csupán két szakosztállyal, a tornával és a vívással jött létre ez a közösség, amely azóta nagyon szépen kinőtte magát, 16 szakosztállyal működik immár, és idén október végén egy igazán szép gála ünnepséggel, egy estéllyel ünnepelték meg a 130 éves születésnapot. Mennyire volt már eldöntött, hogy valóban meg kell adni a módját, megérdemli az MTE mindezt? Mi ezt már a tavalyi év végén eldöntöttük, hogy nagyon szeretnénk egy olyan rendezvényt megvalósítani, ahol egyszer mi is, mint sportegyesület adhatunk valamit a szakosztályunk tagjainak, támogatóinknak, az önkormányzattól a segítőinknek. Tehát nem most az volt a szándékunk, hogy mi adjunk valamit, és nem csak mi kérjünk mindig. Szerintem ez nagyon szépen meg is valósult, aki ott volt, az a visszhangok alapján mind jól érezte magát. Sajnos véges volt a keretünk, és így is nagyon sokan kimaradtak olyanok, akik megérdemelték volna, hogy ott lehessenek, de talán a jövő évben rájuk is sor fog kerülni. Szóba kerültek a támogatók így most egy fél mondattal. Vannak valóban olyan számban, akár a tó pénzekkel, akár más módon, amely lehetővé teszi 16 szakosztály biztos működését? Én azt gondolom, hogy a TAO támogatások előtt mindenképpen érdemes megemlíteni Mohácsváros önkormányzatát, hiszen kevés városi sportegyesület mondhatja el magáról azt, hogy ilyen mértékű támogatást biztosít neki szinte fixen minden évről évre az önkormányzat. Ezt ezúton is nagyon köszönjük nekik, ez adja meg igazából magának az egyesületnek a biztonságát. A TAO támogatásokból tudunk igazából fejlődni, egyről a kettőre jutni. Ezen a területen is nagyon szerencséseknek mondhatom magunkat, hiszen Mohács városában általában a kis és közép és nagyvállalkozók ezt szívügyüknek tartják, hiszen a legtöbbjük szintén itt sportolt, vagy a gyermekük itt sportol most, hála Istennek, és fontosnak tartják azt, hogy támogassák akár TAO támogatással az egyesületet. Ez egy érdekes kulcsgondolat volt, hiszen valóban azt tapasztalhatjuk itt Mohácson, hogy nem úgy működik, hogy van egy tornaegylet, az MTE, és közben vannak a mohácsi lakosok, hanem igazán ezer szállal van egyfajta összefonódás, kötődés. Igen, én azért is szeretem a munkámat igazából, mert lokál patriótaként nagyon közel áll hozzám a város, és igazából ez az a sportegyesület, amihez mindenkinek szinte köze van Mohács és Mohács kistérségében, tehát egészen biztos, hogy egy családból, vagy a nagyszülők közül, vagy a szülők közül, vagy a gyerekek közül valaki MTS vagy MTS volt. 16 szakosztályt említettünk, most nyilván azt nem kérem, hogy ezeket soroljuk föl tételesen egyenként, de hogy tűnik ez a 16 szakosztály nagyjából le is fedi a városban sportolók igényeit? Én azt gondolom, hogy szinte teljes körűen lefedi. Lehetne még a szakosztályokon belül különböző sportágakat létrehozni, de szerintem ez a 16 szakosztály, ez jelen pillanatban elegendő a városban, igen. Tehát aki sportolni akar, azt gondolom, hogy jelen pillanatban meg tudja találni a magának megfelelőt.
Azt szokták mondani egy ilyen Mohács méretű városra, hogy ami az előnye, az a hátránya is a sport szempontjából, és ezt úgy értem, hogy nagyon gyakran törvényszerű az, hogy igazából egyfajta utánpótlás nevelőként működik, hiszen előbb-utóbb az igazi tehetségek elmennek más, nagyobb, vagy esetleg anyagilag is erőnyösebb helyzetben lévő sportegyesületekhez, adott esetben akár a fővárosba értelemszerűen. Ha most viszont mi a mohácsi tehetségeket nézzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy nem hagyja itt mindenki a várost. Nem, ez szerintem sincs így, főleg az én korosztályomról tudok nyilatkozni, akik nagyon sokan elkerültünk Mohácsról a középiskolai pályafutásunk után, de valahogy egyre többen jövünk haza a városba, és ez is azt mutatja, hogy szeretjük Mohácsot. A sport területén nyilvánvalóan van egy eligazolási hullám, az a középiskola utáni egyetem előtti időszak, de hát nyilván mi nem fogjuk azt mondani senkinek középiskoláról, hogyha el szeretne menni főiskolára, hogy ezt ne tegye. Utána pedig ugye egy nagyon nehéz megoldani a mohácsi sportolását. Nagyon sokan amúgy ezt is meg tudják oldani, de nyilván most a Pestre elmegy egy gyermek egyetemre, az többször van, úgyhogy eligazol. Itt a 130 éves gálán volt egy nagyon jó, talán hagyományteremtő céllal kitalált gesztus, elismerni azokat a mohácsi sportolókat, nem is feltétlenül csak életkortól függetlenül is, így is mondhatjuk, de azokat, akik valamiért vagy hosszú éveken át, vagy akár egy eredménnyel, de tettek le valami igazán jelentőset az asztalra. Ez akkor valóban hagyomány lesz, tehát innen kezdve erre mindig lehet majd számítani bizonyos időközönként? Igen, ezt az idei évben az elnökséggel kitaláltuk, és megalapítottuk az MTE életmű díjat. Én ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert ezzel is szeretnénk ösztönözni az olyan sportszakembereket, sportolókat, akik esetleg már itt voltak sportolók, hogy a későbbiekben is támogassák szaktudásukkal az MTE-t, a sportegyesületet. Ezt a díjat azoknak fogjuk nem feltétlenül évről évre, csak tényleg akkor, hogyha valaki ezt megérdemli, odaadni, vagy megszavazni, akik mind sportolóként, fiatal korukban és sportolói pályafutásuk után is, vagy edzőként, sportvezetőként támogatta és erősítette az egyesületet, mint egyesületi tag. Úgy tűnik, hogy szerencsére valóban nagy a merítés, tehát lehet válogatni, és inkább talán a döntés nehézsége van ott, mint sem az, hogy nincs kit esetleg jelölni ezekre a díjakra. Két éve vezeti Schmidt Zsuzsanna az MTE-t ügyvezetőként, a Mohácsi Tornaegyletet 1888-at. Nagyjából erre számított, ilyen kihívásokra? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazából nagyjából arra sem volt időm, hogy számítsak bármire, mert olyan gyorsan keveredtem bele ebbe a történetbe. Az első év az nagyon nehéz volt, most már úgy gondolom, hogy van egy olyan humán erőforrás mögöttem, akik nagyon nagyban segítik a munkámat, és ez megkönnyíti. Talán a jövő évben már lesz időnk a fejlődésekre is, és az újdonságok bevezetésére. De igen, erre számítottam, én mindig ezt szerettem volna csinálni. Ha már sportnyelven beszélünk, és a sportról, akkor csapatjátékos ebben a tekintetben is? Igen, én úgy gondolom, hogy az, de ezt a kolléganőim jobban meg tudnák mondani, tehát én ennek vagyok a híve, mindent együtt csinálunk. Ha a 2019-es évet, vagy akár egy kicsit messzebb is pillanthatunk az elkövetkező éveket, nézzük, akkor melyek azok a legfontosabb mérföldkövek, fogalmazzunk így, vagy pontok az MTE életében, amelyekre számíthatunk, vagy meg kellene, hogy történjenek? Itt kiemelném mindenképpen a két nagyértékű TAU pályázatunkat, a Kórház utca kórházúti létesítménynek a felújítását és a Városi Sportcsarnoknak a befejezését. Azt gondolom, hogy mind a két projekt több 10 éves történet, mind a kórházúti épületre és mind a sportcsarnokra ráfér, és megérdemli a két épület azt, hogy felújítsák, illetve befejezzék. Ezen dolgozunk szinte napi szinten, hogy ezek a felújítások, beruházások tavasszal elindulhassanak. Az országban az első sportkörök között alakult meg 130 évvel ezelőtt a Mohácsi Tornaegylet. Amint azt Schmidt Zsuzsanna ügyvezető elmondta, a 16 szakosztályt számláló egyesület az igények széles spektrumát fedi le. Hozzátette, nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztésekre, a feltételek optimalizálása érdekében folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket.
Baranyában 46 ezer vállalkozás működik, ezek között viszonylag kevés a kifejezetten nagy vállalat, mondta a Városi Televíziónak Mohácson a Baranya megyei közgyűlés elnöke. Madara Zoltán úgy értékelte, jobb az, ha a megyében több kis cég van, mint egy óriás. A megyei vezető stábunknak beszélt arról is, hogy a határ közelsége, illetve a schengeni határ délebre kerülése új kapukat fog megnyitni. Egyre több befektető érdeklődik Baranya iránt, és nem csak a megyeszékhely, illetve a nagyobb városok vonzók számukra, hanem már a kisebb települések is, emelte ki a Városi Televíziónak adott interjújában a Baranya megyei közgyűlés elnöke. Madaras Zoltán mohácsi látogatásakor hangsúlyozta, míg a 90-es években a délszláv háború miatt a határ közelsége hátrányt jelentett, ma már előnynek számít, és sok befektető kimondottan ezért választja a régiót. Én úgy gondolom, hogy aki dolgozni akar Baranyában, az most tud magának munkáját találni, és meg tud ebből élni. Ezen kívül úgy látom, hogy föl fog értékelődni azok a hátrányos számaink, illetve a helyzetünk fölértékelődött az elmúlt időben, és ezt nekünk előre kell fordítanunk, előnyt kell belőle kovácsolnunk. Lényege igazából az, hogy a munkanélküliség nálunk van olyan szám, ami van jelen, ami egy befektetőnek még érdekes lehet avval kapcsolatban, hogy ide költözzön, itt telepítsen egy gyárát. Ezt szeretnénk minél jobban elősegíteni, ezek a befektetők figyeljenek ránk, fókuszáljanak Baranyára, és itt költsék el a pénzüket, vásároljanak területet, és itt legyenek további munkahelyek megépítve, és vagy létesítve. Nagyon fontos elmondanunk azt, hogy nagy verseny van a piacon. De ezért is dolgozunk nagyon sokat azon, hogy olyan rendezvényeket tartsunk, ahol a vállalkozókkal találkozunk, befektetőkkel ismerkedünk, hogy idehozzuk a cégeket, és több olyan befektető hálének most már januárra is bejelentkezett hozzánk, akik jön, és nem csak a nagyvárosok érdeklik őket, hanem a kis települések. Amikor a cégekről beszélgetünk, akkor nyilván nagyon fontos az, és érthetően hasznos, akár az iparizési vagy bármilyen más szempontból is az, hogy legyenek nagy vállalatok, de legalább ilyen fontos, gondolom én, a kis- és középvállalkozások helyzetbehozása is. Baranyában 46 ezer vállalkozás működik, ami azt mondom, hogy egy szép szám az itteni lakosságra nézve, viszont nagyon kevés benne a nagy vállalat. És el kell mondani, hogy a nagy vállalattal szemben sokkal jobb, hogyha több kis cég van a megyében, mintha egy óriás. Tanultunk az Elkotek példájából. Szükség van a nagy cégekre, én ezt mindenképpen hangsúlyozom, és a nagyvárosnak is ez az érdeke. Nekünk ebben együtt kell működnünk a várossal, a Pécs városával. Ugyanis, ha nagy befektető érkezik, mindenképpen Pécsre kell, hogy fókuszáljon, viszont a kis vállalkozásoknak nem biztos, hogy mindig Pécs lesz az alkalmas, megfelelő terület. Erre viszont nagyon kell figyelnünk, hogy akkor ne menjen el Baranyából. És mi ezt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy jöjjenek Baranyába, és innét Baranyából ne menjenek el. A határközelség, ami a 90-es években a délszláv háború miatt hátránynak számított, az most lehet előny is ebből a szempontból? Interreg pályázatokra gondolok például. Egyik oldalt az Interreg pályázatokban is nagy lehetőség van, illetve azt látom, hogy a határ az nagyon gyorsan fog változni. Bízunk abban, hogy a schengeni határok változni fognak a jövő év elején, onnétól kezdve minden megváltozik. Úgy gondolom, ez a kereskedelmi gazdasági életben is hatalmas lehetőséget fog megnyitni. Ezt abból is érzékelem már, hogy a befektetők is azért egyik szempont ez, hogy ezért jönnek Baranya felé, mert a határ közelségé az nagyon sok új kaput fog megnyitni. Egyszer Horvátország felé, másik oda Bosznia felé is, hiszen 80 km az ottani határ is. Ez a kereskedelemben, a szállításban ez nem lehet akadály. Mi lehet, hogy lehet ezt megfogalmazni? Mi Baranya vonzereje? Mitől lehet stratégiailag fontos? Vannak jó ipari területeink, van egy olyan munkanélküliségi rátánk, amit még érdemes a munkába beterelni. Van egy Paktum projektünk, amivel mi tudjuk az embereket képezni, hogy olyan szakmákat tanuljanak, amiben utána versenyképesen el tudnak helyezkedni. Van egy olyan politikai szándék, és úgy látom, hogy a képviselőtársakon választjuk el terjedve, és van olyan akarat, hogy ide mi cégeket hozzunk, ennek érdekében összefogjunk, és ezeket a lehetőségeket minél jobban megragadjuk. Baranyában 46 ezer vállalkozás működik, ezek között viszonylag kevés a kifejezetten nagy vállalat, mondta a Városi Televíziónak Mohácson a Baranya megyei közgyűlés elnöke.
Madaras Zoltán úgy értékelte, ez a helyzet valójában előnyös. Amint fogalmazott, jobb az, ha a megyében több kis cég van, mint egy óriás. A megyei vezető hozzátette, a határ közelsége, illetve a schengeni határ délebre kerülése új kapukat fog megnyitni. Mohács legismertebb és legnagyobb tömegeket vonzó rendezvénye egyértelműen a busójárás. A jövő évi program még távolinak tűnhet, a gördülékeny lebonyolítás érdekében azonban időben el kell kezdeni a felkészülést. A főszereplők, azaz a busócsoportok a napokban tartották első megbeszélésüket a Városháza dísztermében. Az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáján és a hungarikumok között jegyzett mohácsi busójárás minden évben látogatók tízezreit vonzza. A hatnapos programsorozat összeállításakor az egyik legfontosabb szempont, hogy a közönség lehetőleg minden nap és minél több helyszínen találkozhasson busókkal és más alakoskodókkal, akár a kísérő rendezvényeken is. Vikár Csaba, busó koordinátor, az első busó egyeztetéskor nyilatkozott a Városi Televíziónak. Van még egy bő két hónap, majdnem három, de az idő rövid, hiszen már most állítjuk össze a jövő évi busójárás programját, és hát 2009 óta elengedhetetlen, hogy a busócsoportok is részesei legyenek ennek a programnak, sőt programoknak, hiszen a legfontosabb, és amire a vendégek busójáráskor idejönnek, tehát az a busó. Tehát a busó csoportokat szeretnék minél többet látni, tehát hiába állítunk össze bármilyen színpadi produkciót zenekarokkal, tambora zenekarokkal, néptánc csoportokkal, hogyha nincsen köztük busó, akkor nem lesz annyira érdekes. Tehát ezért a legfontosabb a mai megbeszélésen felkérni, ahogy eddig is, a busó csoportokat, hogy ki az, aki vállal, melyek azok a csoportok, akik vállalnak akár színpadi fellépést, vagy bármi olyan attrakciót, amivel ugye színesíteni tudjuk a busójárást, és ehhez van még időnk. A busócsoportok ezt most átgondolják, megbeszélik, és akkor egy-két héten belül visszaszólnak nekünk, úgyhogy az tökéletes lesz a programok összerakásához, hiszen a főbb vonalakkal, a nagy vonalakkal a programoknál azért meg vagyunk, de hát vannak ugye kimondottan ilyen szabad helyek, ahova természetesen mindenféleképpen busócsoportot tennénk be. És akkor vannak még ilyenek, tehát amin nyugodtan itt jönnek az ünnepek, lehet gondolkodni, tehát például a busók busója, kitüntető címet esetleg, ki az a idős busó, vagy esetleg C-busó, aki beöltözött évtizedek óta, és sok mindent tett a busójárásért, tehát ezeket várjuk majd az ötleteket, és akkor döntünk, szintén közösen benne. És ami szintén nagyon fontos, és hát az egyik legfontosabb ugye vasárnapi attrakció az a busó avatás, tehát hogy melyik csoport lesz az, aki idén, mármint bocsánat, tehát jövőre, tehát ugye 2019-es busójáráson felvállalja a busó avatást, hogy melyik az a csoport, amelyikben van olyan legény, aki föl lehet avatni busónak, hogy ezeket a kérdéseket, és hát természetesen ugye, mert hogy jönnek az ünnepek, utána már egy nagyon rövid az az idő, hiába mondjuk, hogy ott lesz még két hónap, nem lesz, és tehát itt a felszereléseket is, tehát azok a csoportok, akiknek esetleg valamilyen hiányuk van felszerelésben, bunda, állarc, kocskor, azok leadják az igényeiket, és akkor megfelelően próbálom dönteni, hogy ki az, aki kap. Tehát a régiek közül természetesen, meg azok, akik valamit letesznek az asztalra. Tehát azok a csoportok, ugye, akik valamit nyújtottak már itt a városnak, nem csak beöltöznek és felvonulnak, hanem természetesen akár színpadi, akár valami látványelemmel szórakoztatják a városba látogatókat. Ahhoz képest, hogy volt egy időszak, amikor olyan kevés busó volt, hogy egyesek már vizionálták a busójárás végét, és azt mondták, hogy lehet, hogy többet nem is lesz, vagy elfogynak a busók lassan Mohácson. Azért örvendetes, hogy teljesen ellenkező tendenciát tapasztalunk. Nagyon sok a busó és egyéb beöltöző is. Idén hány csoporttal tervezik az egyeztetést? Hát most a kiírás szerint és a regisztrálás szerint, meg az új csoportok bejelentkezése alapján most 54 busócsoport van. A pontos létszámot majd a mostani megbeszélést követő egy-két héten belül tudom, mert az is el fog hangzani, hogy szeretnénk. Ugyan
kimondott száraz statisztikai adat, és mindig azt mondom a busóknak is, de ez nagyon fontos. Ami örvendetes, hogy nagyon sok fiatal, diplomás fiatal valamilyen busójáráshoz kötődő anyagból írja a szakdolgozatát, és ezekhez viszont elengedhetetlenül szükségesek olyan adatok, hogy egyes évben hány busó volt abból, hány tényleg famaszkos beöltözött, hány szép busó, hány jánkele, hány ördög, hány egyéb maskarás. Ezért kérjük a busócsoportokat. A tavalyi létszám az körülbelül 1380 volt regisztrált, de nem volt pontos, tehát nem volt mindenkitől pontos adatunk, tehát egy úgynevezett alacsony becsüléssel próbáltuk utána. És hát természetesen én tudom, hogy van azért 3-4 csoport, akik nem is akarnak regisztrálni. Tehát ők jönnek, busóznak és kész, tehát azért tényleg lassan elérjük ezt az 1400-1500 főt. Ami jó is, rossz is, busókkal majd egyeztettünk, hogy a felvonulás, ugye természetesen minél több busó, minél több beöltözött van, annál jobban elhúzódik ez a vasárnapi felvonulás. Valamikor ugye ez volt fél óra, most már azért jó, másfél óra közelítünk a 2 órához, és ezt kell kibírni a busóknak. És akkor nem is beszéltünk azokról a busókról, akik nem tagjai egyetlen csoportnak sem, hanem mondjuk úgy magányos busók, esetleg egy-egy baráti kör, egy busó öltözik be, vagy ketten-hárman van otthon busó, jelmezük busó öltözetük, akikről legfeljebb tényleg csak becsléseink lehetnek, hogy ők hányan vannak, és ők még ugyancsak növelik a busók számát. Különösképpen azóta, mióta 2009-ben, ahogy ezt említettük is, az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára felkerült a busójárás, óriási figyelem irányul erre a hagyományra. Fontos-e éppen emiatt az is, hogy a busó ne csak nevében legyen az, hanem öltözetében és viselkedésében is? Mindenféleképpen. Tehát bár beszélgetünk arról, hogy lehet, hogy csak a mi képzetünkben van, hogy milyen szép a busójárás, meg hogy hogyan kellene kinézni, és az ide látogató vendég, aki nem is veszi a fáradtságot, hogy elolvassa, hogy mi a hagyomány, és a többi, és akkor idejön, és neki ez egy fesztivál. Tehát ez az, amit mi szeretnénk, és ezt nem is tudom, hogy nem is olyan régen egy előadáson mondtam, hogy tehát a busójárás az nem fesztivál, az egy nagyon erős néphagyomány, tehát nekünk ezt kell szorgalmazni, hogy a mai megváltozott korba hogy illeszkedik be ez a néphagyomány, hogy a régi elemeket hogy vette át, hogyan változott meg, ugye, mert már nincs meg a termékenységvarázslási szertartás, mert nincs, tehát egy lakótelepi fiatal nem megy ki kapálni, tehát nem tudja mi az, hogy most várakozni jó termésre, és esetleg arra varázsolni. Tehát ezek megváltoztak, de a mai fiatalok közössége nagyon erősen, és igazán nem is tudom, hogy miért, hogy csak azért, mert egy jó buli, ahogy szokták mondani röviden, vagy azért, mert most már sik beöltözni, és nagyon szép és látványos busóruhákat húznak föl, és tudnak megcsinálni. De alaphelyzetben én azt mondom, hogy mindegy, hogy hogyan, akkor is ahhoz ragaszkodjunk, hogy ez egy annyira különleges néphagyomány, és azért is kell őrizni, és azért is szoktam mondani, hogy nekünk azt kell valahogy becélozni, hogy ez a felvonulás, ez a karneváli elem legyen a lehető legrövidebb, mert a busójárás attól elveszíti az egyediségét. Mert mindenhol, tehát Európában az összes ilyen hasonló alaposkodás, egy felvonulás, egy karnevál. A pontból B pontból elmennek, nincs kontaktus. Tehát azt is mondom, hogy a busó, tehát aki, ha csak azt pár szóba szeretném a busójárást megfogalmazni egy ide látogatónak, akkor annyit mondanék, hogy egy szőrös, marcona, nagyon csúnya, állarcva, de mégis egy vidám alakkal lehet ölelkezni, fotózkodni, és ettől lesz egyedi, ez sehol máshol a világon nincs meg, mert ott tényleg kordonok közé felvonulásba lehet integetni nekik, és kész. De itt, aki Mohácsra jön, az találkozhat, megfoghatja a busót, odaállhat mellé fotózkodni, játszhat vele. Tehát ezt az egyediséget kell nekünk nagyon sokáig legalábbis, ameddig lehetőségünk van megőrizni. Mohács legismertebb kulturális rendezvénye kétségkívül a busójárás. A jövő évi program még távolinak tűnhet, a gördülékeny lebonyolítás érdekében azonban időben el kell kezdeni a felkészülést.
A kulcsfigurák, azaz a busó csoportok november 26-án tartották első egyeztetésüket a Városháza dísztermében. Vikár Csaba koordinátor a Városi Televíziónak elmondta, ilyenkor beszélik meg például azt, melyik csoport milyen szereplést tud vállalni, hiszen nagyon fontos, hogy a látogatók minél több ponton találkozhassanak busókkal. A 2019-es busójárás február 28-án indul a gyerekek farsangjával, amikor maszkot ölt Apraja nagyja. A terület és településfejlesztési operatív programban szereplő pályázatok Baranyára jutó 38 milliárd forintjából 36 milliárd már a pályázóknál van támogatási döntés vagy előleg formájában, közölte a Városi Televízióval a Baranya megyei önkormányzat területfejlesztési osztályának vezetője. Sebestyén Attila hangsúlyozta, örvendetes, hogy a pályázatok jelentős része már a megvalósítás, illetve a kivitelezés szakaszába lépett. A terület és településfejlesztési operatív program alapvetően a kisebb városokat szólította meg, de a falvak is találhattak benne, például szolgáltatásfejlesztési vagy vidékfejlesztési kiírásokat, nyilatkozta a Városi Televízió kérdésére a Baranya megyei önkormányzat területfejlesztési osztályának vezetője egy Mohácson megrendezett vállalkozói tájékoztató fórumon. Sebestyén Attila elmondta, két körben 17 pályázati felhívás jelent meg, és láthatóan találkoztak az igények a kiírásokban megjelölt lehetőségekkel. A program abban a szerencsés helyzetben van már, hogy a Baranya megyében elköltheti 38 milliárd forintnak közel az egészen, több mint 36 milliárd forint már a pályázóknál van, vagy támogatási döntés formájában, vagy jobb esetben már előleg formájában is. A legjobb pedig az, hogy a pályázatoknak a jelentős része az már a megvalósítás időszakában van, tehát azt jelenti, hogy a támogató döntések után a tervezések, előkészítési munkák azok vagy már elkezdődtek, vagy befejeződtek, és a kivitelezés szakasza folyik a jelen pillanatban a pályázatok legnagyobb részében. A TOP elsősorban kiknek szólt? Városoknak, falvaknak? A TOP alapvetően városi, kisvárosi pályázati lehetőség, ez a terület és településfejlesztési operatív program. Ez nem azt jelenti, hogy a kis települések, falvak nem találhatnak meg benne olyan típusú szolgáltatásfejlesztést, akár orvosi rendelőt, akár szociális típusú alapellátási intézményt, amiben lehetőség nyílik fejlesztésre. Az igazán, ami a kis településeknek egy további lehetőség, az pedig a vidékfejlesztési program, TOP alapvetően kisvárosi, városi rangú településeknek a lehetőség. Egyik-másik pályázatnál szokták azt mondani, hogy nem éppen vagy nem pontosan olyan területeket fed le, vagy olyan kiírásokat tartalmaz, amelyre valóban az adott helyen szükség volna. A TOP-nál ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Tehát valóban találkoznak az igények és a lehetőségek? Hát ha az objektív számokat nézzük, akkor azt kell mondani, 17 pályázati felhívás jelent meg két körben. Nem volt olyan pályázati felhívás, ahol az igények ne haladták volna meg a kereteket, tehát én azt gondolom, hogy e tekintetben azon fejlesztési célok, amik megjelentek a TOP-ban, azok Baranya megyében mindenképpen azt az igényt is lefették, amire szükség volt az egyes településeken. Szertágazó természetesen a TOP pályázat is, mégis lehetne kiemelni néhány jellemző területet, mire lehetett pályázni ebben jellemzően a TOP-ban? Hát azt gondolom, ha Mohácson vagyunk, akkor mindenképpen ki kell emelni az ipari park fejlesztési lehetőségeket, a barnamezős fejlesztési lehetőségeket, ugye, amiben sikeres mohácsi projektek vannak, akár a Dunaparton gondolok a régi és leromlott barnamezős épületeknek a fejlesztésére, de ha tovább megyek, akkor zöldváros fejlesztés, ugye itt Mohácson a Szepesi Park, amelyik jelen pillanatban is ugye a kivitelezésnek egy fázisában van. Ezen kívül egészségügyi fejlesztések, szociális ellátásnak a fejlesztése, közútfejlesztések, kerékpárútfejlesztések, amit itt hirtelen elmondtam, ez mind megtalálható Mohácson és jelen pillanatban különböző beruházási szakaszokban. Önörre szükség van ezeknél a pályázatoknál, vagy ez 100%-os támogatottságot jelent jellemzően? Elméletileg a önkormányzatok részére 100%-os pályázati támogatást jelent, azonban aki rutinos pályázó, az tudja, hogy ez igazából abban az esetben igaz, hogyha ha minden stimmel, de ugye az utóbbi éveknek a költségnövekménye, akár a gondolok itt a építőiparnak a változásaira, ezzel kapcsolatos változásokra általában előfordul, hogy kisebb-nagyobb mennyiségben forrásokat még hozzá kell tenni a 100%-on felül, de a kiírások alapvetően 100%-os támogatási arányjal jelentek meg. 2018-ból alig 6-7 van már vissza, közeledik 2019. Várható még kiírás, vagy most már igazából a megvalósítás folyamata zajlik a legtöbb esetben?
Szinte zömében mindenhol a megvalósítás folyamatában vagyunk. Két pályázati felhívás van, ami még aktív, illetve aktív lesz. Jelen pillanatban egy energetikai típusú épület, energetikai korszerűsítési pályázati felhívás van értékelés alatt, döntés előkészítés alatt. Ebben az eredmények december végén, jövő év elején várhatóak, illetve egy új pályázati felhívás várható, ami megjelenik, az pedig a bölcsődei férőhelyek bővítését irányozza elő. Ez a jövő év első negyedévében lehet aktuális. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program, azaz röviden TOP pályázatok Baranyára jutó 38 milliárd forintjából 36 milliárd már a pályázóknál van támogatási döntés vagy előleg formájában, közölte a Városi Televízióval a Baranya megyei önkormányzat területfejlesztési osztályának vezetője. Sebestyén Attila egy mohácsi vállalkozói fórum előtt nyilatkozott stábunknak. A szakember hangsúlyozta, örvendetes, hogy a pályázatok jelentős része már a megvalósítás, a kivitelezés szakasz. November 27-én folytatódott Mohácson a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Zeneművészeti Intézetének regionális kamara koncertsorozata. A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában ezúttal egy zongora estet hallhatott a kultúrát kedvelő közönség. Az ingyenes program a Potenton Alapítvány, a PTE és a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár közreműködésével valósulhatott meg. Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget a mai regionális kamara koncerten. Ma a főszerep a zongoráé lesz. Az előadás címe a zongora ezer arca, tánc és mese 88 billentyűre. Mikor elkezdtem keresgélni a neten, kíváncsian arra, hogy ki is jön ma el hozzánk, rátaláltam dr. Fodor Gabriella zongoraművész arcpoetikájára, és bízva abban, hogy ezt megoszthatom most önökkel, én ezt fel is olvasnám, mert nekem nagyon megtetszett. Aki zenét hoz létre, közvetít vagy oktatja, nem tesz kevesebbet, mint közreműködik a teremtés művében. Annak szépségén, szépségének helyreállításán munkálkodik. Hitvallásom szerint keresem és próbálom megtalálni, megmutatni azokat az értékeket, melyek az emberben rejlő szépséget tükrözik. A művész szíve, lelke legmélyén csak boldog ember lehet, hiszen küldetésének megvalósítása közben számtalanszor eljut ahhoz a felismeréshez, melyben együtt vallhatja Aquinói Szent Tamással, a szépség, az igazság felragyogása. Thank you.
A Mohácsi Tornaegylet 1888 labdarúgó csapata november 24-én játszotta az év utolsó mérkőzését. A mohácsiak hazai pályán fogadták a Villányi TC együttesét, és Spannelberger János két góljával 2-0-ra le is győzték a vendégeket. Stábunknak az MTE edzője Székely István adott interjút. Köszönöm a Mohács TV nézőit, azt hiszem, hogy örömmel búcsúzhatunk el a kórházúti pályától, legalábbis az őszi szezon végén, hiszen az utolsó fordulóban a Villányt sikerült legyőznünk, és éppen ezzel kapcsolatban nem csak a győzelemmel, hanem az elmúlt őszi szezonnal kapcsolatban kérdezem Székely István vezető edzőt, hogy ő mit szól a teljesítményhez. Sok hullámvölgyön vagyunk túl, ugye voltunk a mélybe, a gödörbe, de valahonnan csak-csak sikerült kijönnünk, erről egy pár szóban Székely Istvántól. Köszöntök mindenkit, igen, ezért szép sport ez a labdarúgás, mert egyszer fenn, egyszer lent, olyan, mint a hullámvasút. Voltunk már ebben az őszszezonban elég rossz helyen. A csapat az megmutatta, hogy tud csapat lenni, és ezért tudtunk jönni a gödörből. Nem volt egyszerű, kellett hozzá nagyon sok dolog, de összejött. Így van, mert ugye a Szent Lőrincese 2-t, illetve Peacot mindegyik talán gyengébb csapatnak számítanak velünk szemben. Ötőlük alul maradtunk, de az erősebb csapatok ellen azért megráztuk magunkat, meg tudtuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Egy kicsit a bói mérkőzésről, hogyha beszélhetnénk, ott mi történt, hogy 0-0-ra hoztuk ki. Megvolt a két találat, mind a kettőre azt mondják ugye a partjelzők, hogy le se futottunk, de valójában mi az, amivel nem tudtuk felülmúlni a bójt, vagy mi az, amivel a boly megpróbált minket teljesen visszatartani. Hogy látod? Igazából saját magunknak köszönjük azt, hogy döntetlen lett a vége. Most itt a két gólról nem beszélek, mert visszanéztem, szerintem nem volt les. Így utólag most már mindegy, de ami probléma volt, az, hogy a Pécsvárdihoz képest a csapat az nagyon fásultan mozgott. Lassan mozogtunk, nem voltak meg ezek a minőségi futások, mint például mondjuk a mai mérkőzésen a Villány ellen. Ott egy picit ott valami újabb hullám völgy volt, de az inkább fáradtságban. Tudatosan készültünk a Villány ellen, hogy azokat a csorbákat kiküszöböljük, ami a Pécsvárad, illetve a bói mérkőzésen előjött? Folyamatosan próbálunk küszöbölni, a hibákból mindig próbálunk tanulni, átbeszélni, nagyon sokat beszélünk, készültünk rájuk, igen. Nem volt egyszerű dolgot, hiszen rengeteg sérültünk volt, ugye itt gondolok Schmidtre, vagy Pókosra, esetleg Lőrincre, helyette azonban kellett alkalmazni Wapplert, de szerencsére itt a Villányi mérkőzésen Wapplernek volt egy jó beadás a Spannenberger lábára, szerintem az első gól azért félig neki is köszönhető, illetve nagyon jó helyt állt itt, a végén is láthatjuk Kaszás Patrik mutatványát, iszonyat nagyot futott meg, hát azért a többiek is mind oda tették magukat. Nehéz dolgod volt, vagy így látott te is, vagy azt gondolod, hogy ezt azért most könnyedén vettük? Nehéz volt. Mindig nehéz. Már sokan vagyunk. Nagy a keret, ugye szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagy kerettel dolgozhatunk. Ha most mi 16-tal lettünk volna, akkor most bajban vagyunk. De szerencsére vagyunk 20-a. Tabella 8. helyén állunk jelenleg, illetve talán csak álltunk, mert most talán előrébb lépünk egyet. Jön a tavaszi szezon. Oda hogy készülünk? Várjuk a jó meleg időt, és egy kicsit könnyebb lesz a felkészülés, mint ilyen borongós időben. Más lesz a mentalitása a csapatnak. Hogy állunk hozzá? Hát csak is pozitívan. Nem lesz egyszerű, hogy elmennek pihenni, lesz majd nekik egy
külön feladat, amit meg kell csinálniuk, az pont úgy fog befejeződni, hogy akkor elkezdjük a felkészülést. Akkor fognak így befejeződni ez a, bocsánat, ez a munka, ami kötelezi, ugye. Mindenkinek külön feladat van kijelölve? Hát csoport, tehát mindenkinek ugyanaz van, de mindenkinek meg kell csinálnia. Így van, tehát csoportos feladat van, és akkor január 14-én a felkészülést elkezdjük, és 6 hétig. Én azt mondom, hogy akkor ahhoz sok sikert, és kellemes karácsonyt, jó ünneplést, boldog új évet, és mi egymást. Lényeg az, mindenki lakjon jól, élvezze a mai győzelmet, és találkozunk akkor tavasszal. Köszönjük szépen mindenkinek! Kedves nézőink, ennyi volt novemberi utolsó magazinműsorunk. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától ismét várom Önöket. Addig is a viszontlátásra!